Így mozogtak a kicsik a zenés tornára. Ügyesen utánozták a tanítónénit, és közben énekelték is az irányokat. A kalocsai óvodáknak volt meghirdetve, és 90 ovist várunk ide a mai nap folyamán. Ez is egy kicsit az iskolát mutatja be különböző foglalkozásokon keresztül, megismerkedhetnek a német, az angol nyelvvel, egy kis kézműves foglalkozáson részt vehetnek. Több terembe is bemehettek az óvodások. Volt, ahol angolul vagy németül tanultak meg néhány szót, máshogy táncoltak, kirakóztak, vagy éppen színeztek. 20 perces foglalkozásaink vannak, és forgószínpadszerűen járnak egyik helyről másikra az óvodások. A foglalkozásokat az alsós pedagógusok, illetve a nyelvet alsóban tanítók készítették elő, minden játékos formában zajlik. Az intézményben többféle lehetőséget igénybe vehetnek a nagycsoportosok és szüleik, hogy gördülékenyebben menjen az iskola kezdés. Úgy gondolom, hogy ez a mi iskolánk, és főleg itt az alsós pedagógusokra gondolok, nagyon jól fölkészül az első gyerekek fogadására, a nagycsoportosokra, ugyanis ez egy folyamat nálunk. Kezdődik az ovisuli programmal, ami több alkalmon keresztül lehet meglátogatni. A következő lépés a nyitni kék, ahova a nagycsoportos ovisokat hívjuk meg, illetve az év elejét, még az augusztus utolsó hetét mi egy gólyatáborral kezdjük, ahol a gyerekek megismerkedhetnek az iskolával, és nem úgy jönnek első nap, hogy kicsit szorongnak, addigra már ismerik egymást, a tanítónénéket és az iskolát. Néhány hét még van az iskola választásig, hiszen április 11-én és 12-én lehet beíratni a gyerekeket az adott intézménybe.